Üdvözlöm a kedves nézőket, én vagyok Jamrich Mihály Roland, aki a Sztárban szerepelt szombaton, majdnem a vége felé, Josh Groban-től a You Raise Me Up-tól. Először is szeretném megköszönni nektek ezt a sok kedvelést, a sok kedves szót, a sok drukkolást, szurkolást, és ezen a csatornán arra gondoltam, hogy egy kicsit így beleviszlek így az érzelmekbe, hogy mit érzek, amikor így bemegyek a TV2-höz, meg hogy milyen boldogsággal telít az a sok néző, az a sok kedves arc, az a mosolygó stábtagok, az a lelkesedés, egyszerűen egy álomvilág, egy fantasztikus, amikor az ember oda belép, és megmutathatja magát, hogy mindig képes valami újra, hogy most teszem azt, azt mondanák, hogy nőnek öltözzek be, mert most teszem azt magas sarkuba, az egy 2 méter, és akkor még pluszba táncikál egy ilyen tűsarkuba, ráadásul 50 fölötti cipő, hát azt maxabni kellene. Na de mindegy, tréfát félretéve. Én minden akadályt legyőznék, mert számomra, ahogy Gabi is mondta, hogy megtisztítom az embereket, és Isten ereje egyszerűen annyira így átjárja az egész testem, hogy így kitépi a félelmet. És egy olyan erőt varázsol az emberbe, hogy akár ha kellene, fejen állva is táncolnék, szóval nincs az, amit ne szabhatnának rám, tehát ez mind a TV2-söktől függ, hogy mi lesz a következő produkciómenet, tehát hogy minek öltöztetnek be. Úgyhogy én nagyon várom a kihívásokat, hogy mi lesz a következő, és arra kérlek titeket, hogy drukkoljatok nagyon. Még egyszer nagyon szépen szeretném megköszönni az eddigi kedveléseket, kedves hozzászólásokat, és tartsatok velem továbbra is. Következő videóban egy kicsit a menetről fogok beszélni, hogy mik a nehézségek ugye eljutni, és hogy milyen személyekkel találkozik útközben az ember, tehát ilyen hasonlók, hogy konfliktuskezelések, ha mondjuk például valaki meglök járművön, ne ugassam le a fejét, mint egy idegbeteg, hanem csak így ránézek, és mondanám, hogy elnézést, nem tudna vigyázni. Tehát, hogy így például ilyen kulturáltan, nem úgy, mint nagyon sokan kezelik a konfliktusokat, aminek verekedés ugye a vége. Tehát én sosem hagyom azt, hogy idáig elfajuljanak a dolgok, de ezt majd egy következő videóban fogom prezentálni nektek, hogy így utazásom során, hogyha bejutok a városba, a Róna utcához, hogy milyen dolgokat tapasztalok. És lehet, hogy pár ilyen videóklipbe bele is nézhettek, hogy milyen menetvideó, vagy nem tudom, utazásomról, de maximum egy kicsit látjátok az utat, hogy merre járok éppen, meg ahogy beszélek, tehát ilyen vlogszerűségű. Mindenkinek nyugodalmas éjszakát kívánok, sziasztok!